A sport azt gondolom minden ember életében nagyon fontos kell, hogy legyen, és itt a mai napon úgy tűnik az iskolában egy sportnap van, sőt, úgy néz ki, mintha egy ilyen kicsit ilyen sportág választó lenne, a gyerekek megismerkedhetnek egy csomó sportággal. Jól látom? Így van. Ugye minden évben megrendezésre kerül az Európai Diák Sportnap, ez ebben az évben is így van, csak egy kicsit rendhagyó módon, ugye mindig hagyomány szerint az exatlon pályát szoktuk kirakni a gyerekeknek, és azon mennek végig, és kitaláltuk a kollégákkal, hogy most lehetne egy kicsit újítani, ezért azt gondoltuk, hogy most a szakosztályokat is egy kicsit népszerűsítjük, úgyhogy egy sportág bemutató, sportág választó tevékenységet mutatunk be. Elsőtől ötödik óráig vesznek részt az osztályok, minden osztály, alsós és felsős tanulók is. Eddig sikeres a rendezvény, úgyhogy reméljük, hogy így is marad. Melyik szakosztályok képviseltetik magukat itt ezen a napon? A labdarúgó szakosztály jött el hozzánk, a cselgány szakosztály, az atlétika szakosztály és a pingpong szakosztály. Minden gyerek nagyon élvezi eddig, és elég sokan kipróbálták a pingpongot, főleg az alsós tanulók, mint tapasztaltuk, és eddig úgy néz ki, hogy sikerült a történet. Igen, ez mindenkinek jó, egy kicsit az iskolának is jó, a gyerekeknek is jó, meg talán a szakosztályoknak is jó, hogy egy kicsit felhívják magukra a figyelmet, és esetleg lesz olyan gyerek, aki ennek a hatására mondjuk ezt a sportot fogja majd választani. Van ugye alapvető probléma a Beremen Sport Kft-ben, hogy a szakosztályoknak nincs utánpótlása, úgyhogy ezért is gondoltuk, hogy ebből egy kicsit merítünk most az iskolai gyerekekből, és próbáljuk ezt népszerűsíteni. Nagyon örülünk, hogy eljöttek és részt vesznek, főleg a szakosztályok, mert azért elég nehéz volt így összehozni hétköznapra, hogy ide tudjanak jönni, de az idő sajnos nem engedte a kinti tevékenységeket, ezért ide beszorultunk, úgyhogy a tornatermet osztottuk fel 4 részre, és itt próbálhatják ki a gyerekek a különböző sportágakat. Ez mindenképpen egy jó dolog, és azt gondolom, hogy a mai gyerekeket egyébként kicsit rá kell erre világítani nekik, hogy a sport jó dolog, hiszen a digitális világ hajlamos arra, hogy beszippantsa őket, és ott csak ülnek a számítógép a telefon előtt, és ez pedig egy teljesen más mozgásforma. Így van, ezért is ez a másik ok, ugye, hogy a digitális világ nagyon behúzza a gyerekeket, és ezért próbáljuk mi is, hogy egy kicsit tágabbra nyissuk a szemüket, ami lehetőségeink vannak, azokat merítsük ki. Most ez a 4 szakosztály próbálta bemutatni a sportágat, nagyon sokat segítettek a gyerekeknek, és tényleg ez, hogy kipróbálhatják, tehát hogy részt is vesznek, nem csak megnézik. A cselgáncsosok különböző földharci technikákat, esési technikákat hoztak nekünk, tehát azokat próbálhatják ki. Atlétikában a dobásokat népszerűsítjük, ugye a szivacsgerellyel tudják megtanulni a helyes technika dobását. A labdarúgásban egy kis dekaverseny, egy kis ügyességi verseny, és még a helyes passzolási technikákat sajátíthatják el. És pingpongban ugyanígy az alapvető ütéseket, egy-két szervát, illetve kipróbálhatták magukat meccs közben is a tanulók.